Ott él egy nép, legendák népe, ott az én hazám. Az ősi Kárpát őrzi álmát, ő Csaba vezér. Kicsillagoknak égi útján, vissza, vissza tér. Hogy jön a szívünk, várva várja, s hogy feledszeng a trombitája. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagy világ. A zeng, a zene szól, látom ragyogó szép ország. Táltos karibákon tovasszálunk, haza hívű falomsvirág. Úgy hív a hegedű, vár egy gyönyörű szép ország. Magyar királyi Miskolci 7. csendőrkerület, Diós Jenő Jörs, 84/1944 keltezés. Zsidóktól elvett kerékpárok és írógépek igénybevétele. Községi előjárosságnak. Nógrád, Diós Jenő, 1944. május 4-e. A nógrádi járási főszolgabíró úrnak 1944. április 24-én kell 2846/1944 és ezt kiegészítő 1944. május 3-án kell fenti számú felhívása. A fenti őrs által Nógrád községből az alád írt egyénektől lett kerékpár, illetve fényképezőgép őrizetbe véve. Sámuel Rezső, nógrádi lakostól. Egy Tebes gyártmányú B12-687 gyári számú feketére lakkozott fafogantyúval, kézi dörzsfékkel, kézi csengővel, pumpával, barna bőr nyereggel, szerszámtáskával, egy sárhányóval, ismeretlen gyártmányú, fekete, igen használt állapotban levő gumikkal felszerelt férfi kerékpár. Kiszher Éva,
nógrádi lakostól. Egy erőd gyártmányú szám nélküli, feketére lakkozott fafogantyúval, kézi csengővel, dörzsfékkel, barna bőr nyereggel, szerszámtáskával, csomagtartóval, sárhányokkal felszerelt, használt fekete gumikkal ellátott, igen használt férfi kerékpár. Kohn Elvira, nógrádi lakostól, ismeretlen gyártmányú, 188-as gyári számú, kékre lakkozott fafogantyúval, kézi csengővel, dörzsfékkel, névtáblával, barna bőr nyereggel, sárhányokkal, Voltner gyártmányú használt fekete gumikkal, melyből első kerék gumi használhatatlan, felszerelve, igen használt női kerékpár. Grósz Fülöp, nógrádi lakostól. Egy csodagyártmányú, 40-40-61 gyári számú, feketére lakkozott, kézi dörzsfékkel, barna fafogantyúval, barna bőr nyereggel, csomagtartóval, Excellence Ballon korgyártmányú fekete használt gumikkal felszerelt, igen használt férfi kerékpár. Berkovics Lajos, Váci lakostól. Egy ismeretlen gyártmányú és számú feketére lakkozott, kézi dörzsfékkel, kézi csengővel, barna bőr nyereggel, szerszámtáskával, sárhányokkal felszerelt, felső váza ketté törött, használhatatlan férfi kerékpár. Kohn Elvira nógrádi lakos lakásán volt. Neihauser Bernát nógrádi lakostól. Egy Bob 2 numeró 230.400-as gyári számú, lencse nélküli, használhatatlan, és egy Szida Extra 2x2-es bakelit használhatatlan fényképezőgép lett őrizetbe véve.